A Parkoló Parádé az a rendezvény, ahol a vadonatúj 911-es Porsche mellett ott áll a 120-as Skoda, és mind a két tulaj nagyon jól érzi magát. Itt vagyunk a Hung Expo-n immáron 24-ére, és nem is tudom, hogy voltunk-e már valaha ennyien. Kérdezik tőlünk, hogy milyen autóval lehet kijönni a parkolóparádéra, hogy jaj, hát nekem csak egy 1-2-es korzán van, azzal oda szabad menni. Ez nem tuning kiállítás, ez nem autókiállítás, ide autószerető emberek jönnek, mindegy, hogy mivel. Hogyha a te autód érdektelen, vagy annak tartod, nem számít, mert garantáltan fogsz találni érdekeset, vagy lehet, hogy lesz egy olyan ember, aki majd a te autódra fog reskázni. És igazából erről szól az egész rendezvény. Kötetlenül autókról beszélgetünk. És tudjuk, hogy a féktelen autóbuzulás egyik alapfeltétele az, hogy az egész család jól érezze magát. Ezért például a kicsik gokártozhatnak, a kicsit nagyobbak bűvésztrükköket tanulhatnak, akiket pedig mélységeiben érdekel valamilyen autózással kapcsolatos téma, azoknak megrendezzük a mesterkurzust. A mesterkurzus mostani előadásán Bári Dávid, a Mira versenymérnöke adott elő például. Aztán, ha már mindenki lefoglalta magát, egészen nyugodtan el lehet menni, és meg lehet nézni, hogy milyen autókkal jöttek ki a parkolóba. Kopasz, ugye a Polski az így a rozsda alatt nyomokba autót is tartalmaz. Ez így most miért, vagy hogy? Eddig a jobb oldali küszöb hiányzott, egy ilyen fél méteres hosszban, most már a bal oldal is beszakadt, de azt gondolom, hogy 9000 forintban van most ez a kocsi nekünk. El ne üssenek. 9000 van az autó. Már most a Porsche egy komoly értékletre beruházást végzett el a mai nap, mert 2000-ért tankolt, hogy 11000 forintban van. Körülnézel, itt van egy csomó mosolygó ember. Ez a lényeg. Óriási élmény. Igen? Az első autó, az első autón kis Polski volt, igen. Viszont az teljesen mindegy, hogy az ember melyik parkoló parádéra jön ki, hiszen a hangulatot alapvetően ti határozzátok meg, a ti autóitok, a ti sztoriaitok, és ezért kell eljönni. És persze nyilván vannak szép veteránok, vannak szép sportkocsik, de a legjobb az, amikor valakinek a kreativitása ilyen szinten megjelenik. Nézzék meg, 690XL, és igen, vannak rajta csatok, meg le van burkolva az alja, de hogy nekem erre nem lenne szívem soha semmit tenni, mert ez annyira szép és annyira egyben van, hihetetlen. Így még nem kívántam Trabantot. És itt van az autó, amit akárhányszor meglátok, tudom már mindenki unja, de muszáj egy picit lelkesednem, hiszen az MX-5 a legjobb valaha mindenben. És ez ráadásul egy NA, az első generációs bukólámpás, és a bukólámpa egy olyan dolog, hogyha a mikrosütő lenne, igazából akkor is menő lenne. Várj, egy kicsit azért adózzunk annak, hogy milyen nívón van ez megcsinálva. Egy összecsavarozott könyv. De hogy ez be van tördelve rendesen, meg van dizájnolva. Ez egy kiadvány. A barátnője csinálta a srácnak, aki az autó. Mély agyas kormány, áramtalanító. De hogy légy, képzeld el, hogy egy olyan csajjal élsz együtt, aki ahelyett, hogy kirúgna téged azért, amiért ezt csinálod a pandáddal, ahelyett, hogy szépen hazahordanád a pénzt új kelengyére, ahelyett inkább csinál neked tördelt. De figyelj, ebben olyan mély rétegben vannak dolgok, hogy például ezek zsiguli órák, annak néznek ki, de a Seicento műszeregységek vannak mögöttük. Csak a zsigulié jobban nézett ki, ezért kettőből van összerakva a műszer. És itt van ez, amire így rá lehet tenni. Meghalok, mutasd meg még egyszer! Oda néz. Így, itt a kék. És ráhajtod a fúliát, és tadám, racsing! De aranyos! Ilyen buli ez a parkolóparádé, az autentikus autószeretet általános ünnepe. Idén még legalább négyszer megrendezzük, egyszer ráadásul a múzeumok éjszakáján, amikor autóztatás is lesz. És jöjjön el mindenki, és autóbuzuljon velünk!